Porcafára! Uraim! Mi van? Uraim! Uraim! Döbbenetes hír! Az az ember, akit mi revizornak hittünk, nem revizor! Micsoda, nem revizor! Soha nem is volt! Hívj a levél! Világosan beszél! Micsoda? Milyen levél? Az ő levele! Hozd meg egy levelet a postára, nézem a címzést, Posta utca. Meghűlt az erejében a vér, na mondom. Ennek valami nincs ényére, és most besúgja a postaigazgatóságon. Fogom a levelet, felfontom. Hogy nem? Milyen tenni? Hát egyszer. Hát a... Nem is tudom. Még soha életemben nem éreztem ilyesmit. Valami természet fölötti erő szállt meg. Egyik percben egy hang azt súgta, ne bossd fel, ne bossd fel, ne bossd fel, mert véget van! Másik percben, mint az ördög mondaná, bossd fel, bossd fel, bossd fel! Merte felbontani egy ilyen magas méltóság levelet? Hát, hiszen éppen ez az, hogy se nem magas, se nem méltóság. Hát akkor micsoda? Se ez, se az. A nyavaja tudja, hogy miféle. Se ez, se az. A nyavaja tudja, hogy miféle. Hogy mert ilyet mondani? Azonnal letartóztatom! Kicsoda? Maga? Egyenlőség! Az előbb kellett volna felkelni. Maga nem tudja, hogy az az ember elveszi a lányomat. Hogy én generális leszek! Ha akarom, Szibériába küldetem! Ugyan, Anton Antonov is. Szibériába. Nem lesz ez egy kicsit messze? Megengedik. Inkább felolvastam ezt a levelet. Megengedik, hogy felolvastam? Miért olvastam? Édes kovám Trepicském! Sietek megírni, milyen csodák estek velem. Az úton valami vakatiszt úgy megkopasztott, hogy egy fityink nélkül maradtam. A fogadós már le is akart ültetni, de mi történik? Pétervári eleganciámról és kavalléros ábrázatomról ítélve egy egész város holmi főkormányzónak néz. Most a polgármesternél lakom, nincs egyéb gondom, mint nyakra főre udvarolgatni a házi kisasszonynak meg a mamának. Csak azt nem tudom még, melyiknél kötök ki. Valószínűleg előre veszem a mamát, mert igen elszánt hölgynek látszik. Emlékszel, komám? Milyen szűk napokat láttunk? Hát, fordult a kocka, komám. Mindenki pénzzel töm, van amennyi csak kell, csuda figurák az itteniek. Meghallnál a röhögéstől, ha láttad ezt a galériát. Akarsz jó témát? Írd meg őket, komám. Itt van először a polgármester. Címeres barom, sunyi tetű. Lehetetlen. Ez nincs benne. Tessék itt, ha olvassam. Na? Címeres barom, sunyi tetű. Úgy van. Ezt maga írta bele! Mikor én írtam bele? Tessék, olvassam! Olvassam! Tehát, a polgármester címeres barom, sunyi tetű. Ugyan Isten! Minek olvassa kétszer? A levélben is csak egyszer van! Nem. Elvesztettem a fonalat.